Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szeptember 22-e egy portálnap, amikor kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ezen a napon van a nap és éjszaka egyenlőség. Asztronómiai területen itt most indul az ősz. Az azt jelenti, hogy ezen a napon megvan a nap és az éjszaka között az egyenlőség, de ha ez elmúlt, akkor a nap az mindig rövidebb lesz, az éjszaka pedig hosszabb. Ez jelentheti a visszahúzódást, a nyugalmat, a meditációt, lesznek változások. És pontosan ebben segít majd a szertartás, amit este 11 órakor indítok. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly 4000 forint. Itt most együtt lesz a portál nap és ez a nap-é egyenlőség. Először is kitérnék erre a portál napra. Az azt jelenti, hogy a mi földünk kapcsolatban van a plejádokkal. A plejádoknál a központi nap az Alkioné, az olyan, mint egy királynő, aki uralkodik és győzni akar a gonoszságok felett. Én ezt mindig Holle anyu meséjével szoktam összehasonlítani. Ez kapcsolat. A földünk és a plejádok között ez egy finom energia mező, ennek van gyógyító ereje, és nyílik egy ajtó, kinyílik egy kapu Holle anyu felé, kinyílik egy kapu a spirituális területre. Az, hogy mikor van egy portál nap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár, erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban vannak hullámok vagy rezgések. Ez olyan, mint nálunk a hét. De a majáknál ez 13 napig tart. És náluk a 13-as szám az egy misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, hogy a 13-as szám szerencsét is hoz. Ez a portál nap szeptember 22-én, ez a harmadik hullámban van, mégpedig a hetedik nap ebben a hullámban, ami eltart majd szeptember 28-áig. Ebben a hullámban, illetve ezen a napon is fontos, hogy legyen változás, legyen egy új irány. Az is fontos, hogy meg tudjuk valósítani az elképzeléseinket, és a lehetőség most megvan erre. Nem csak ezen a napon, hanem ez az energia kihat szeptember 28-áig. A maja naptárban minden nap van egy szimbólum. Ezen a portál napon ben a szimbólum, és ben az jelent egy fát, az élet fáját. Egyrészt fontos, hogy elérjük a céljainkat, hogy megtaláljuk a helyünket az életben, ahol le tudunk gyökerezni. A fa jelenti a természetet, a gyógyító erőt, de jelenti a türelmet is, hiszen egy fának is időre van szüksége, amíg gyümölcsözni fog. Nálunk is vannak tervek, ötletek, de azért még legyünk kicsit türelmesek, amíg elérjük a céljainkat, amíg le tudunk gyökerezni. Az életfája az jelenti a gyökereinket és az őseinket és a fa koronája, az jelenti az égi hatalmat, a kapcsolatot a jó Istennel, az égi hatalommal, tehát jelenti a mi
hitünket is, meg azt is, hogy legyen meg a bizalom, hogy itt valami kiépül, kiteljesedik, és mindez gyümölcsözni fog. És most kitérnék erre az őszi napfordulóra. A nap eléri az őszi pontot. Szeptember 22-én van egy nap-éj egyenlőség. Közép-Európában ez 14 óra 43 perckor van. Tehát úgy körülbelül 3:43. Ekkor van ez az egyenlőség. Ez a nap, tehát nem csak ez az időpont, hanem egész nap, az a feladatunk, hogy megtaláljuk a belső egyensúlyt, hogy mérlegeljük a dolgokat. Itt megvan a kapcsolat a nőies és a férfias energia között, megvan a kapcsolat a gondolat és az érzelmek között. Valamit ki kell egyensúlyozni, például kapni és adni, ott is kell az egyensúly, de az is fontos, hogy legyen meg a belső nyugalom, a belső egyensúly. Miután ez a nap elmúlik, utána a nap az rövidebb lesz, az éjszaka hosszabb, és az éjszaka az szimbolizálja a hold energiáját, tehát a nőies energiát, ez kihat az érzelmekre. Itt kell a nyugalom, a visszahúzódás, vagy egy belső út, egy spirituális terület. Most elmondanám azt, hogy mi volt eddig, mi történik ezen a napon, és mi várható az ősz folyamán. Eddig a szerelmi élet területén megvolt a visszahúzódás. Vagy te voltál visszahúzódó, vagy ő volt visszahúzódó. Voltak titkok is, például egy titkos szerelmi kapcsolat, vagy lehet, hogy úgy gondoltad, hogy ő eltitkol előled valamit. Vagy te voltál titokzatos. Ez most ősszel változik. Itt mély érzelmek lesznek, elmúlnak a félelmek, a bizonytalanságok, lesz mozgás, előre mennek az események, és a testi kapcsolat az is fontos lesz így a jövőben is. Ami az otthonodat illeti. Eddig úgy gondoltad, hogy minden marad a régiben. De voltak tervek, ötletek, például, hogy másképp rendezett be az otthonodat, vagy költözködni szerettél volna. Akkor is, ha eddig nem tetted meg ezeket a lépéseket, most így az ősz folyamán lesznek változások. Ami még változik. Eddig úgy gondoltad, hogy be kell bizonyítani magadat. De most ez is változik, mert úgy érzed, úgy gondolod, minek? Nincs értelme. Nekem nem kell senkinek bebizonyítani magamat. Én tudom, hogy mi a tehetségem, tudom, hogy mit akarok, tudom, hogy mit akarok elérni, és az, hogy mit, hogyan csinálok, az az én döntésem, senkinek semmi köze ehhez. Tehát változik majd itt a hozzáállásod, vagy más gondolatok foglalkoztatnak téged, mert nem akarod bebizonyítani magadat másoknál. Ami még változik, eddig is volt egy kreatív tevékenység, vagy egy spirituális terület. Lehet, hogy ez volt a hobbid, de most így az ősz folyamán vannak lehetőségei, hogy ezt kibontakoztasd, és hogy főállásban vagy mellékállásban ezen a területen dolgoz, sőt pénzt keres vele. Ami még változik, hogy a férfiaknál kell a mozgás,
a levegő eleme, kell a könnyűség, a szabadság érzete, és keresik a kapcsolatot, keresik a beszélgetéseket. Tehát a kommunikáció az nagyon fontos lesz most itt ősszel, különösen, mert a férfiak keresik a beszélgetést, ők jönnek mozgásba, de a beszélgetések kihatnak a baráti körre is. Ott is lesznek kapcsolatok. Mi hölgyek inkább olyan várakozóak vagyunk, de a férfiak majd keresik a kapcsolatot. Lesznek kármikus témák és emlékek a múltból, mindaz, amit átéltünk a korábbi életünkben, ez kihathat a párkapcsolatra, az érzelmekre, hogy van egy lelki kapcsolat, illetve eddig is megvolt ez a lelki kapcsolat, de most ősszel ez tudatos lesz. Ezek a kármikus témák kihathatnak a munkára, a hivatásra is, hogy egy bizonyos területen megvan a tehetséged, a bölcsességed, és ezt most szeretnéd megvalósítani. És ezek a témák, ami a szertartást illeti. Amennyiben tetszett ez a felvétel, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderre!